Délelőtt 10 óra van, a disznó már levágva, szétbontva, a hús pedig további felhasználásának megfelelően felvágva és kiporciózva. Az asszonyok a mocskos tokányhoz készítik éppen elő az alapanyagot, ami a reggeli Bukovinában disznóvágáskor. Bonyhádon vagyunk, ahol harmadik éve rendezi meg a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a székely disznóvágást. Legalább 30-35 tagegyesületünk képviselteti magát, ami öröm számunkra, és különösen öröm ugye, hogy a külhoniak, hiszen ez a lényeg, hogy ők is ugye magunknak érezzük, hiszen ez a lényeg. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége gyakorlatilag egy ernyőszervezet, tette hozzá az elnök. Idén a Böllér a Madéfalvi Egyesület tagja, így a disznót is a madéfalvi hagyományoknak megfelelően szedték szét. Mi örökké a disznót a hátán veszük fel, és orjos veszünk. Hát az olyan, hogy a nagy részt a húsoknak lesz egyik róla, kolbászba kelnek, a szép húsokat meg félre rakják sütni, vagy ilyen bécsi szeletet, nálunk egy bécsi szeletet kell csinálni, és a apró húsokat, ilyen dalabocskákat, az kolbászt csinálunk, akkor a téres csinálunk, utána májost, az kétfélét csinálunk. És persze ahány ház, annyi szokás, teszi hozzá Sárosi Gábor. Idén a kolbászt, hurkát és a sült húsokat is kétféleképpen készítették, egyfelől bukovinai, másfelől bonyhádi módra. A szombati disznóvágás közös vacsorával zárult, míg vasárnap a madéfalvi veszedelem és vérengzés 255. évfordulóján emlékeztek székelyek és magyarok Bonyhádon a Székely Emlékparkban.